Lord, I couldn't find a mule, baby. Lord, when he showed up. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Újra egy a téma, és hát a legeslegdurvább, brutális, elképesztő Consigliere, vagy te. Ugye, Gotthard Misi a Godfatherből. Már megtudtam utólag, hogy ezt így kell kiejteni helyesen, hogy Godfather. Én úgy mondom, többen mondják, többféleképpen én is így mondom, hogy Godfather. Gyerekek, a bluesról lesz szó, tehát nála autentikusabb embert nem is tudtam volna elhívni. Elképesztő varázslatok, már itt a beállásnál már leizzadtam, olyanokat játszott, tehát folyamatosan szégyellem magam. Zavarba jövök, Tomi. Nagyon-nagyon izgalmas lesz. Ugye még itt az elején el kell mondom, hogy ne felejtsétek el, hogy mint az összes többi ez a videóhoz is készül egy átfogó kotta anyag és ismeretanyag, amit a Patreon oldalamon letölthettek, illetve az extra tartalomban Misitől majd kapunk 10 brutális feature. Még én sem tudom, hogy mik lesznek azok, úgyhogy remélem, hogy le tudom majd kottázni őket egy nagy kilódás árán. Azt is megtalálhatjátok majd a Patreon oldalamon, illetve az extra videót azt megnézhetitek, hogyha YouTube csatorna tagok lesztek, és az egy a téma extra videók tagsági szintet választjátok. Szóval elérhető lesz minden mindenhol, a lényeg, hogy fel kell iratkozni, lájkolni kell, tetszikelni kell, és hogyha van kedvetek, akkor támogassátok a csatornát, hogy még több ilyen adást tudjunk készíteni nektek, és hát ez egy elképesztően hosszú témakör. Itt az előtte átbeszéltük egy picit, hogy mi merre hány lépés, és már az is jó sok percig tartott, úgyhogy megpróbálunk mindent belevenni a kezdőtől egészen a haladóbb szintekig elmegyünk. Egyébként Misi, kis kulisszatitok, most pont egy Godfather beállásról érkezett ide, és utána megy majd koncertezni, úgyhogy extra napodban most. Igen, mindenképpen. Azt hiszem, de nem is húzzuk itt tovább a szót, hanem csapjunk bele. Csapjunk bele. Yes. Misikém, egy kis történelmi ízelítővel kéne, hogy kezdjünk. Kezdjük a te történelmeddel. Mikor jelent meg neked a blues az életedben? Hogyan, ki volt, aki mutatta, kiket hallgattál? Mit jelent neked úgy általában, hogyha kimondom azt, hogy blues? Hát itt nekem elsősorban az érzés az, ami legfontosabb így a blues kapcsán. Mi ez az érzés, hogyha nagyon konkrétan szavakba kéne önteni? igen, az érzéseket nehéz szavakba önteni. Maga az attitűd, az érzelmi töltet ennek az egész zenének, az, hogy hogyan tud kifejezni egy párhangos improvizáció érzéseket, hangulatokat egy nyújtásba, hogy tud belemarkolni az ember szívébe. Ja. Nem tudom, mennyire így, hogy ez itt. Abszolút. Ugye ez a műfaj azért nagyon régre nyúlik vissza, nagyjából a 19. század végén a Dél-Amerikában az afrikai rabszolgáknak volt ez a sajátjuk, és gyakorlatilag ők ilyen munkadalok voltak ez, amíg rabszolgáskodtak a ültetvényeken, meg dolgozgattak addig, ez nekik volt a népzenéjük gyakorlatilag. Később már bekapcsolódott mindenféle gospel, meg ilyen spirituális dolgok, mind szöveg szintjén, mind hangulat szintjén, úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog, és hát azt is szokták mondani, hogy gyakorlatilag az összes könnyű zenei műfaj így a 20. században, meg nyilván 21. században annak van köze a blueshoz. Ezt remélem csak megerősíteni tudod. Abszolút, meg csak megerősíteni tudom. Hogyha mondanod kéne pár híresebb emberkét, aki téged inspirált, vagy akár a mai napig is inspirál, akkor kik lennének azok? Én mai napig nagyon sok blueszenét hallgatok, és hallgatom a nagy öregeket. Mondok pár személyes kedvencemet, Albert King, Albert Collins, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, újabbak közül a Eric Gales, Philip Says. Yeah. Oké, okay. Majd hogyha közben eszedbe jön. És egyébként még itt ez egy nagyon fontos dolog, ez a bluesnál szerintem a hallgatás, hogy gyakorlatilag csak úgy simán magaton
nem tudom, hogy lehet-e blues-t játszani, hogy leülsz, és akkor játszol blues, hogyha nem hallottad ezeket a nagy öregeket. Olyan stílusjegyek vannak, és ennél a műfajnál ez hatványozottan igaz, hogy hogyha nem teszed bele azokat a dolgokat, amik már 100 éve, vagy nem tudom, még több éve velünk vannak, meg bennünk élnek, akkor nem biztos, hogy ez olyan lesz, amilyennek te szeretnéd. Úgyhogy mindenféleképpen hallgassatok blues zenét, és egyébként emellett Godfathert is, mert az egyik legdurvább blues rock zenekar most Magyarországon a zenekar, nem minden rendben? Minden szuper. Felvettük februárban az új lemezt, most jött ki az első nóta. Bizonyám. Hát nem tudom, ez a videó mikor megy ki, de egy pár napja. Ami szintén egy blues rock nóta, az abszolút kapcsolódik ide. Nagyon szeretetteljes volt a fogadtatás, úgyhogy nagyon örülünk, hogy egy ilyen szeretitek és tetszik. Többek között köszönjük ott is, majd meghallgathatjátok Misinek a brutális... Jaj! Többek között ott is meghallgathatjátok Misinek a brutális rázásait, meg improvizációit. Na de, akkor most már kezdjünk egy picit jobban belemenni. Én mindig úgy állok valamihez hozzá, hogy a harmóniákat, az akkordokat kell szerintem föltérképezni, hogyha neki ülsz valaminek megtanulni. És hát a blues az ilyen szempontból egy nagyon furcsa állatfajta. Viszonylag szigorú, de viszonylag megengedő is. Az egyik legnépszerűbb blueskör, mert van ilyen, hogy blueskör, az a 12 ütemes blues. Léteznek mások is, de most már átadom a szót, hogy te hogy állsz ehhez a kíséret részhez, Misikém. Kialakult ez a 12 ütemes formula, ami nem mindig 12 ütem, meg elég sok variációja van, de most ugye beszéljünk erről. Emiatt is fontos, hogy például ha hallgattok sok blues-t és elkezdtek ezzel foglalkozni, akkor nagyon rendbe tudja tenni ez az egész periódus érzetet. Bizonyám. Arról nem is beszélve, bocsánat, csak hogy most van dúros is, meg van móros igen, is. Mi most a dur bluesról fogunk beszélgetni inkább. Na de akkor hogy épül föl ez a 12 ütem? Mert azt mondják, hogy a blues az nagyon egyszerű, mert 3 akkord van. Igen, ez valóban így van. 3 akkord van. Most a C bluesról fogunk beszélgetni, egy 4-5-ös C bluesról. 3 akkordunk van, egy C7 akkordunk, egy F7 akkordunk és egy G7 akkordunk, ami a C7 akkordunk az egy tonikai akkord. Na de ez hogy lehet? Hát, hogyha modálisan gondolkodunk, mert itt párszor, hogy beszélgettünk itt az egy a témában ilyen elméleti dolgokról, hogyha modálisan gondolkodunk, akkor hogyha 4-es hangzatunk van, akkor az ott egy major 7-es kéne, hogy legyen. Meg hát az F7-nél is egy major 7-es kéne, hogy legyen. Hát igen. Ettől is blues a blues, hogy ezektől a... Igen, ez egy durosított, első fog és egy durosított negyedik fog. Így van. Na és akkor ez a 3 akkord alkotja, de hogy is van pontosan ez, hogyha lebontjuk mondjuk sorokra? Én szeretem ezt ilyen 3x4 ütemben végig gondolni a 12 ütemben. A legbasicabb 12 ütemes blues form, amikor az első 4 ütemem az egy C7 akkord, tehát egy tonika, aztán megyünk a következő sorra, ahol már jön a negyedik fok, ami két ütemig tart, onnan visszalépünk szintén az első fokra, megint két ütemre, és jön a harmadik sor, ami az ötödik fokkal indul, egy ütem ötödik fok, egy ütem negyedik fok, egy ütem első fok, és aztán jön a zárlat, ami pedig szintén egy ötödik fok. Amivel... Ezt hívjuk ugye a negyedik sort a turnaroundnak, ez amikor visszakanyarodunk az egésznek az elejére. Még mielőtt itt eljátszanál nekem egy ilyen blueskört, menjünk már bele egy picit pontosan ezekbe az akkordokba, hogy te hogy szereted őket játszani? Vannak-e ilyen jól bevált akkordformák, amiket szoktál, hogyha blues játszani? Abszolút vannak. Én nagyon picit így... Igen, bocsánat. Szóval, hogy én nem szeretem használni a quintet, szóval, hogyha csak én nagyon mezébe fogom, akkor terceptimet fogok, negyedik foknál fogom, vagy pedig 9-essel. Aha. Vagy 13-assal, szóval nem mutatom. Aztán a negyedik fok ugye szintén dur 7-9-el, ötödik fok dur 7-9-el, első fok, maradjunk ennél, és aztán ötödik foknál egy 10B-vel. Így van. Egy ilyen nagyon egyszerű 12 ütemes blues el tudná nekünk játszani, csak hogy érezzük, hogy miről van. Természetesen szó. Akkor most csak negyedesen fogom játszani, semmi ritmikai
megfejtés nem használok, hogy egyértelmű picit legyen. Picit a klamcsipa játszat tudod, és akkor igen, minden jó lesz. Jó. Azt gondolom, hogy ez a féle gyakorlás, meg ez a féle tanulás, hogy így kezditek el tanulni a blueskört mindenféle flick-flangok nélkül, ad egyfajta stabilitást ennek az egész körnek a meglétében. Nyilván, hogyha nagyon sok zenét hallgattok, akkor egy idő után ez belemegy a fületekbe, meg a kezetekbe, de hogyha gyakoroltok, akkor ezt a legegyszerűbb formát érdemes jó párszor eljátszani ahhoz, hogy ez végtelenül stabil maradjon, mert ugye majd később, amikor már szólozásról beszélgetünk, akkor ezekre az akkord váltásokra fogunk szólozni, és nagyon fontos, hogy kifejezzük majd a váltást, amikor jön a következő akkord. És hogyha már itt behoztam a szólózás szót, akkor forduljunk is át rá, mert hát ugye mit ér a blues egy jó szóló nélkül, hogyha mondjuk te elkezdted, hogy emlékszel-e, amikor elkezdted, vagy egy kezdőnek javasolni kéne bármit, hogy azzal a pár hanggal, amit mindenki mond, akkor mi lenne az a pár hang, hogy a bluesra jó ízűt lehessen szólózni? Hát az elsődleges az, hogy megtanuljátok a lábpentaton skált, vagy most már, vagy már tudjátok is. És múltkori videóban. Tulajdonképpen ez a bluesnak a hangkészlete. Uh-huh. Én direkt használom ezt a szót, a skála önmagában nem zene, nem fogtok, én azt gondolom, hogy az improvizáció nem lesz még érzetes attól, hogy skálázunk rá. Eszközkészletnek kell felfogni, hangkészletnek, amiből mi dallamokat alkotunk, és ebből az öt hangból kezdünk el elsősorban először dallamokat alkotni. Itt majd fogjátok hallani, hogy nem minden hang passzol tökéletesen minden harmóniára, majd ebben úgyis végig megyünk, gondolom, gyorsan persze rajta. De nézzük meg akkor csak az elsőt szerintem, hogyha fogunk ugye itt most az első fokú a tonikai akkordnak a lápentatonját kell venni, tehát hogyha C-ben vagyunk, akkor egy C-dur 7-es akkordra játszunk egy C-lápentatont, és akkor hallgassuk meg, hogy ez így hogy szól, hogyha csak eljátszod a skálát. Alapvetően az történik, és erről is beszéltünk már a múltkori videóban, hogy egy dur akkordra játszunk egy mólos skálát. Tehát így van. Alapvetően ennek nem is biztos, hogy jónak kéne lennie, hogyha nagyon szigorúak akarunk lenni itt a dolgokhoz, mert ugye itt van egy terc súrlódásunk, hogyha nem jól csináljuk, de ennek a kiküszöbölésére találták ki ezt a blue note-ot, amit így hívnak, ami micsoda is? Hát az, hogy megnyújtjuk a kis tercet. És már is lesz egy olyan blues ízünk, meg egy blues hangulatunk, amit máshogy nem biztos, hogy elő tudunk hozni. Egy másik fontos dolog van még itt a pentatonnal, hogy alapvetően itt a lápentaton új rendünk az annyiban nagyon fontos, amit mondtál, hogy a hangkészlet, hogy ez mindegyik boxnál ugyanúgy kell tudni a pentaton új rendeket, mert mindegyik máshogy fog szólni. Mindegyiknek másik... Mert máshogy néz ki igazából, mert a hangok máshol kerülnek, és azok a figurák, amiket az egyik új rendben játszatok, azt nyilván másképp néz ki egy másikban. Pontosan. Vannak, amik nyilván eljátszhatóbbak egyikben, másikban kevésbé. Itt szerintem a kulcs az, én azt javaslom mindenkinek, hogy érdemes végignézni amúgy az akkordokhoz képest magát a C-lápentaton skálát, hogy lássátok, hogy melyik hang micsoda, és hogy változik a harmóniához képest, mert egyrészt ezt fogjátok hallani füllel is, hogy melyik hang, abszolút, melyik hang működik jobban, melyik kevésbé, de ez meg tulajdonképpen megadja a választ arra, hogy ez a hang miért szól jól, vagy miért szól kevésbé jól.
Csináljuk is ezt meg végig, ez nem egy olyan nagy feladat. Tehát most akkor gyakorlatilag azt fog történni, hogy elmondogatjuk, hogy a C7-es akkordhoz képest a C-lápentadon hangjai, azok milyen funkciót töltenek be. Szóval itt van egy alaphangom, egy kis tercem, egy tiszta kvártom, egy tiszta kvintem, egy kis septimem, és meg vagyunk. Így van. Tehát ebben, hogyha ami kvázi rossz hang lehet, az a nagyon szigorú kis terc, abba kell egy nagyon picit belenyújtanunk ahhoz, hogy az izgalmasabban szóljon és jobb legyen. Az F7-hez képest ugyanennek a skálának a hangjai hogy alakulnak? Ugye ott a F-hez képest a C az a tiszta kvintem, az S ugye a kis septimem, az F az alaphangom, a G a 9-esen, ugye nagy szekund, igen. A B a tiszta kvárton, és a tiszta kvintet. Így van. Itt, nem, itt nincs olyan sok zavaró hangunk. És a G7-hez képest? A G7-hez képest pedig ugye a C az a tiszta kvárton, az S az egy 6B, 13B, tehát egy kis szext, az óvatosan. Az F a kis septimen, a G az alaphangon, és a B az a kis tercen. Így van. Ami szintén megint ugyanaz vonatkozik rá, mint a C-nél a kis tercen, hogy nagyon picit azért jó esik abba is belenyújtani. Pontosan. Hogyha megkérlek rá, akkor én játszanék neked egy ilyen alap blueskört, és akkor csak ezzel a skálával, még egy ilyen viszonylag egyszerű, mindenféle extra dolgoktól mentes improvizációt megpróbálsz játszani, hogy halljuk egyáltalán, hogy szól ez a hangkészlet, hogyha én játszom alá a kört. Jó. Misi nem tud kibújni a bőréből, igen, és itt olyan dolgok voltak nyilván, amiről majd fogunk beszélni, ez a frazír, ami az egyik legfontosabb, meg legegyedibbé tudja tenni a játékot, hogy te abban hogy gondolkodsz, arra is mindjárt sor kerül. De, hogyha egy picit úgy vagyunk vele, hogy ez a hangkészlet, ez nekünk kevés, akkor a következő lépés az biztos, hogy az szokott lenni, hogy ezt az úgynevezett blues skálát. Igen, hozzuk a blues hangot. Akkor az hogy is néz ki nekünk? Ugye akkor bekerül a C-hez képest a tritónuszom, ami a gas hang. Uh-huh. Vagy egy enharmonikusan ugye a fisz, tehát bővített kvárt vagy szűkített kvint. És itt létrejön egy ilyen kromotikám. Hát igen, ez is elképesztően tipikusan blues dolog. Na most szerintem azért ezen a hangon sem szoktunk nagyon megállni. Tehát, hogy... Nem. hogyha játszok egy C7-et, és hogy bejátszod hozzá képet, csak a blues hangon... Hát akkor... Így van. Ez a hang egy ilyen nagyon feszültségkeltő hang, amiből tudunk oldani akár a kvintre, vagy akár a tiszta kvártra. Pontosan. De hogyha végig gondoljuk itt már az előző, a blue note-ot, akkor egy egész komoly kromatika a készletünk jön ki. Igen, és ugye bekerül már a nagy tárcán, ami nagyon fontos, bizony. Mert megszólal az akkordnál. Így van, így van. Igen, tehát hogy ezzel a két hangkészlet, a sima pentatonnál odafigyelve, hogy megnyújtsuk egy picit a kis tercet, kvázi már nagy tercet tegyük, illetve a blues skálával már borzasztó komoly dolgokat lehet játszani. Hogyha volna kedved, Mizi, megmutatni, hogy a blues skálával kiegészülve hogyan változik meg ennek a körnek a hangulata, akkor az nagyon jó lenne. Ugyanazt fogom neked kísérni. Ezt nagyon sokat kell gyakorolni, mert alapvetően
nem skálákat játszunk, hanem gondolatokat játszunk, és ezek a hangok, ezek hozzáadnak ahhoz, hogy azt a mondani valót, ami egyébként is benned van, meg az a gondolat, meg hozzáállás ez a harmónia, mert ez azt megvalósítsd. Önmagukban az, hogy skálát játszunk, az attól még nem lesz nekünk semmi sem blúzos. Hanem az egyik legfontosabb dolog, amiről még beszélnünk kell, itt már félig meddig az előbb említettük, azok ezek a különböző frazírok, de azt le tudjuk bontani azért egy picit ilyen tárgyasabb megvalósulásokra hangszeren. Szerintem ez a két dolog nagyon fontos, az a nyújtás és a vibrátó. Ez a kettő, ami nagyon-nagyon emberivé teszi a dolgot. Úgy értve emberivé, hogy különböző vibrátója van neked, meg neked, meg máshogy nyújtunk. Értem, igen. Máshogy gondoljuk ezt az egészet, és ettől lesz olyan, amit te szoktál, meg ettől lesz olyan, amit mondjuk a BB King szokott. Neked mik azok a jellegzetességek, amiket szeretsz hallani mondjuk egy nyújtásnál? Mi a fontos neked, amikor nyújtasz? Hú, hát ezt még soha nem tették fel ezt a kérdést. Mi a legfontosabb, amikor nyújtok? Aha. Fú, hát az, hogy dögöljek bele abban a nyújtásban. Nekem az a legfontosabb. És facsaradjon tőlem minden, és törjön a gitárnyaka. Yes. Nem tudom, ennél jobban lehetne mondani. Gyerekek. Így kecsőnek, érsz, túltárgyaltuk. De hát azért ennél egy picit azért menjünk be. Persze, hát nagyon fontos, a legfontosabb az, hogy ne legyen hamis a nyújtás. Ne legyen hamis a nyújtás, illetve a vibrátó ne legyen erőszakos. Aha. Tehát itt is aranymetszés, hogy mi az, ami lassú a blues, gyors a blues. Ne legyen idézőbb ez a kecske vibrátor. De ez is lehet jó amúgy, mert van amikor. Igen. Tehát ez egy eléggé szubjektív dolog. Igen, ez egy kvázi megfoghatatlan dolog, de hogyha elfogadjátok tanácsként, akkor a nyújtásnál a fölé nyújtás az biztos, hogy rossz. Tehát olyan még nem volt, hogy fölé nyújtás az jó legyen. Ha már valahogy nem pontos, akkor inkább alá menjetek egy picit, de nyilván a legjobb az, hogyha teljesen pontosan nyújtatok. Ez hogy lehet gyakorolni, vagy hogy alakul ez ki? Hát én szerintem nyilván hagyatkozatok a fületekre, mert az elelő. Itt azért van egy skála, a skálája a nyújtásnak most. Az, hogy amikor én felnyújtom a hangot, abba a tartományba, amíg felnyújtom, hogy szólal meg a hang, mennyire gyorsan nyújtom oda. Ja. Tehát, hogy... Hogy... Hogy érek oda arra a hangra, mennyi időm van rá, meddig hagyom szólni, ezt a tartomány kiteljesedni. Gyakorolni én szerintem a legjobban úgy lehet, nagy rész azért szekundokat nyújtogatunk főleg. De, hát de igen, de persze aztán kis tercek is, meg aztán persze lehet ezt még fokozni. Én is szeretem amúgy, ha a húrok bírják. Én azt szoktam javasolni, hogy nézzétek meg, hogy azt a hangot, amire érkezünk, tehát mondjuk a G húron nyújtom én a tiszta kvártot, tiszta kvintre, tehát az F hangból lesz egy G hang. Akkor itt a G hangom. Míg az, amikor már túl nyújtott, hallod, de még nem érted el, és hogy mi az, amikor... Hoppá, most megnyújtottam, ez borzasztó volt. Az alaphangot azt sosem nyújtunk, vagy ha nyújtunk, akkor kis lesz. Bocsánat. Igen, szerintem is baromi fontos, hogy ellenőrizzétek le magatokat, mert eleinte még azért becsaphat a fületek. És
utána játszatok be azt a hangot, amire szerettetek volna nyújtani, mert ha ezt nem így gyakoroljátok, akkor nagyon hamar meg lehet szokni a rossz nyújtásokat, és az borzasztó nehéz kijönni belőle. Illetőleg érdemes ezt is mindenhol gyakorolni, mert más érzés nyújtani a H-húron, meg más érzés nyújtani a vastag E-húron. Igen, ugyan meg más érzés ebbe, vagy a különböző lágékba más nyújtani. Pontosan, így felső húrokat ugye felfele nyújtjuk, az alsó húrokat, hogyha nyújtjuk, akkor azokat pedig lefele. Még csak akkor itt erről a frazírnál, a vibrátorról beszélgessünk, hogy ezt tudod gyakorolni külön, vagy szoktad bármilyen gyakorlatot ezt, vagy hallgattál nagyon sok zenét, és próbáltad ahhoz képest csinálni, akiket szerettél? Igen, itt én azt gondolom, hogy a kulcs ennek az egésznek, mint amúgy minden zenetanulásnak az, hogy nagyon sokat kell hallgatni az adott műfajt, és akkor kezdj el az ember füle keresni azt, amit tetszik neki, és ha hallja, hogy ez az, vagy ez már közelít, vagy igen, ezt hallottam már. Van még egy nagyon jellegzetesen bluesos hozzáállás, vagy felfogás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, ez a kérdésfelelet, kérdésválasz. Ez ugye önmagában, amikor kialakult a blues, akkor nem feltétlenül csak gitára vonatkozott, hanem mondjuk egy éneket témára, amit befejez a gitár. És kvázi mint egy kérdés volt az ének téma, amire válaszolt a gitár. Most már ez így alapjában véve önmagában is megállja a helyét, hogyha csak úgy improvizálgat az ember. Viszont ez nagyon jellegzetessége a bluesnak, hogy így gondolkodunk benne, hogy motivumokat akarunk megfogalmazni, és arból a motivumból mondjuk valami hasonlót bogarászunk ki. Ezt te szoktad, szereted használni? Persze, ha igen, akkor hogyan? Én nagyon szeretem. Hát ez az egész repetíció, ami történik, hogy megismétlünk dolgokat és hangsúly. Tehát ezt most általánosságban mondom, én azt gondolom, ez az egész improvizáció olyan, mint a beszéd, nekem mindig ez. Tehát, hogy Van, amikor tartok szünetet, levegőt veszek, hangosabban beszélek, halkabban beszélek, ugyanezt történik, egy történetet mesélek el, ebbe a történetben fogalmazom meg én az adott lelki állapotomat, és próbálom prezentálni azt, ami bennem zajlik, különböző eszközökkel. Itt beszéltünk a nyújtásról, beszéltünk az ismétlésekről, beszéltünk bármilyen. Nézzük most egy olyan kört, amiben már így a frazírok, meg akár ez a kérdés-felelet, kérdés-válasz dolg is előtérbébb kerül, mint mondjuk az eddigiekben. Nézzünk, próbáljuk meg. Igen, tehát valahogy így kéne kinézni egy blues improvizálásnak. Hogyan érdemes szerinted ezt a fajtaságot elkezdeni? Leülsz, és akkor addig csinálod, amíg a pentatonból meg nem találod a jó hangokat, elkezdesz ficsiket tanulni valakitől, leszeded, megpróbálod a sajátodra formálni. Mi az, amivel szerinted egy kezdő elindulhat? Hát ezek mind működnek, amiket mondtál, tehát hogy ezeket amúgy mind csinálhatjátok. Fontos, hogy meglegyen, én azt gondolom, az egész gitárnyakon a meglegyenek mondjuk a pentaton boxok, és ezeket átlássátok, hogy amikor már improvizáltok, akkor ne azzal kelljen foglalkozni, hogy vannak az új rendek, hanem már csak a hangokkal kelljen foglalkozni, meg a motivumokkal, dallamokkal. Első körben nyilván működik az a része a skálázásnak, hogy ezeket megtanuljátok és begyakoroljátok. Aztán én azt gondolom, hogy el kell ezeket engedni. Nekem ilyen veszőparipám az, hogy pont azért, mert minden boxnak megvan a sajátossága, hogyha végignéztek egy boxot, akkor utána skálázás szintjén, akkor utána
engedjétek el a skálát, és próbáljátok meg az adott boxban improvizálni. És aztán így a következőben, a következőben, és hogyha ez megy, akkor utána engedjétek el, és aztán az egész menjen az egész gitárnyakon. És tehát én azt gondolom, ez egy jó és hasznos út. Aztán persze, hallgassatok minél több zenét, szedegessetek le a kedvenc gitársaitoktól szólókat, azokat próbáltok meg minél inkább úgy eljátszani, hogy a lehető legközelebb áll az eredeti, ez együtt lélegzik vele. Nagyon sok anyag van most már az interneten, YouTube-on, tehát hogy minden elérhetővé vált. Le van kottázva, le van írva tabba, szóval tök jó, ezek mind segíteni fognak nagyon, és aztán itt is végülis a lényeg az, hogy utána be tudjátok építeni saját játékotokban az adott szóló részleteit és a saját képetekre formáljátok. Picit bonyolítsuk már még itt a dolgot, Misikér, mert most csak a lápentatonról beszéltünk gyakorlatilag, meg a blueskáláról, de van ez a kis tercellentebbi lápentaton, ami az alaphangra épített dópentaton, vagy dur pentaton. Azért az is nagyon bluesos dolog, hogy ebben a kettőben mászkálgatunk. Hogy javaslod például ennek a gyakorlását? Ugye, hogyha keresni akarjátok, akkor ez a Mixing Major and Minor Scales a YouTube-on. Hogy lehet ezt elkezdeni, ebben gondolkodni? Ugye itt arról van szó, mivel erről már beszéltünk, hogy a lápentatonban hiányoznak bizonyos hangok. A pentatonban mindig fognak bizonyos hangok hiányozni, mert ugye 5 hangról beszélgetünk, tehát nem tudjuk lefedni egyik akkordunkat sem teljesen. Tehát a lából hiányzik a nagy terc, nagy szex, a dóból meghiányzik a kis terc, a kis szeptim, tehát hogy a kettő nincs az egyik a másik nélkül. Talán így tudnám elmondani. Megnézzük, hogy szólnak, mondjuk akkor is játszok neki egy dur 7-es akkordot, nem úgy, ahogy te nem szereted. Köszönöm. Tehát akkor most játszok egy dópentatont. Jó. C-dópentaton, azaz A-lá pentaton, csak C-ről. És most a lát. Így van. Gyakorolni én szerintem a legjobban úgy tudjátok, hogyha felbontjátok ezt, C-dó és C-lá pentatonra, azt szoktam javasolni, hogy ne tologassuk, persze az is működik, hogy állá és akkor C, mert ez nagyon egyszerű az újrendet, de sokkal jobban látható, hogyha én itt játszom. Az akkordhoz képest kell látni. Az akkordhoz képest, és aztán abban megyek át a C. A C lápentatomba, egyből látom, hogy hol vannak a hangok. Amúgy meg persze agyban tudja mindenki, hogy ez egy A lápentaton, második újrend, hogy tetszik. És itt is lehet skálázni, tehát aha, hogy akkor végig lehet úgy skálázni az egészet, hogy mondjuk a tonikai funkciókra mindig dópentatont játszok, minden másra meg lápentatont. Uh-huh. Játszunk egy ilyen kör? Persze. Amikor itt a bluesról szoktunk tanulni, akkor én azt szoktam mondani, hogy az egy baromi nagy iskola, hogyha mindegyik akkordot dópentatonra gondolod, és a hozzátartozó dópentaton, hogy az biztos, hogy jó lehet, tehát azzal nem lehet mellé fogni. Míg a lápentatonnal viszont már igen, tehát hogy egy G7-re a bluesban lápentatont játszani, az már nem annyira... Most az adott lápentaton múlva. Az adott, igen. Így van, tehát G7-re G lápentaton. Igen, játszani. Itt ezt a kis tehetes párhuzamot meg kell tartani, ja. Végig lehet nézni. Amúgy érdekes, mert a molnál meg ugye pont fordítva van. Igen. Igen, bocsánat. Szóval, tehát, hogy végigjátszátok a C7-re a C-dót, és akkor ugyanebben az új rendben az F7-re az F-dót, ami ugye itt egy szó lesz, és a G-re pedig a mi új rend van itt. És utána a dó.
És akkor nyilván ezt a periódusban váltogatjátok mindig a következő. Ez is tök jó. Annyi nagyon, itt ez nagyon exakt, tehát hogy egyből, tehát hogy én azért szeretem jobban azt a variációt, amit én mondtam, aha, mert ott egyből hallod az átmenetet do és lá között, ja. Illetve egyből tudod úgy hasznosítani, mert amikor csak dópentonot játszol, tehát hogy nem szoktunk csak dópentonot. Hát, igen. Mint olyan gyakorlat, hogy végignézed a hangokat belőle, és az újrendek meg, az tökéletes. Ja, így van. Tehát mindig a hangkészletet kell nektek tudni pontosan, és igaziból még mindig az van, tehát nagyon sok elméleti fejtegetés után, hogy meg kell hallani a jó hangokat benne, csak hát ezek az újrendek, meg ezek a skálák, ezek nagyban segítenek ahhoz, hogy megtaláljátok a jó hangokat. Még egy, itt az egyszerűbb részben egy fontos dolog, hogy szerinted mik azok a leggyakoribb hibák, amik egy kezdőnél elő szoktak fordulni? Vagy te honnan tudod, hogy valaki olyan játszik, aki még nem annyira jártas a bluesban? Hát a frazírból. Aha. A frazírból minden, amiről beszéltünk, a nyújtások, mennyire pontos, mennyire pontatlan, milyen a dallamjáték. Ja. Én még egy fontos dolgot ide sorolnék, az a time, ami szintén egy ilyen emberi dolog. Erről nem nagyon tudunk így arról sem igazából beszélni, de az is olyasmi, mint a nyújtás, én úgy fogom föl, hogy legalábbis bluesban az sosem jó, hogyha elé mész valaminek, tehát hogyha te gyorsabb vagy, biztos, hogy nem jó, viszont ha lassabb, akkor meg nagyobb eséllyel fog jobb ízű lenni a dolog, mint hogyha gyorsabb vagy. Tehát hogyha ezt a két dolgot megjegyzitek, hogy ne nyújtsatok fölé, meg ne siessetek, akkor már izgalmasabb lesz szerintem a blues játékotok. Ez volt a sima blues. Egy nagyon picit még menjünk bele azért a bonyolult tabb dologba. Az úgynevezett jazz bluesba, amiről nem is tudom, hogy beszéltünk-e már itt, mert az egy bonyolultabb dolog, de mégis ugyanerre épül. Ugyanez a fő, a három akkord, a fő súlyos helyeken ugyanazok vannak ott. Igen. Mivel lesz bonyolultabb egy jazz blues? Hát attól lesz bonyolultabb, hogy bejönnek plusz fokok ide nekünk. Tehát hogyha amúgy leredukáljuk a jazz blues, akkor is egy egynyelvtős blues kapunk, olyan 12 ütem, csak vannak plusz funkciók. Egy nagyon egyszerűt tudunk nézni, és akkor utána beszélgetünk még majd itt a... Persze. Nézzünk egy jazz blues-t? Aha, hogy te azt hogy játszod. Oké. Hogy ez ugyanaz a kör, de azért sokkal bonyolultabb. Nem tudom, hogy ebbe hogy tudunk úgy belemenni, hogy ne kezdjünk el űrtechnológiáról beszélgetni. Hát amúgy nem kell, mert hogyha játszol egy jazz blues kísérletet, akkor nagyon jól működnek amúgy ugyanúgy a pentatonos dolgot. Most nem rhythm and blues fog itt, ez nem fog nyújtogatni, de ugyanúgy akkor lá pentaton, blues pentaton, annyi, hogy fogom használni akkor a do pentaton ból is a hangot, hogy meglegyenek azért a... Most annyi, hogy nem volt nyilván kiátszva egyik harmónia sem úgy igazán. Amire itt még jobban kell figyelni, hogyha jazz blues-t akartok játszani, azok tényleg a harmónia helyesség. Itt nem nagyon, de sokkal sűrűbben jönnek a harmónia váltások. Ezért azokat az akkordokat, amiket játszunk, azokat érdemes kifejezni a szólóban is. Csak elmondjuk, hogy épül fel egy ilyen jazz blues kör, hogy első fokon van egy dur 7-es akkordunk. Igen, megyünk negyedik fokra, második ütembe,
visszalépünk. Ez amúgy az Enyeres Bluesnál is jellemzően megszokott, akár még egy Crossroadsnál, vagy igen, hogy mondjak példát is. Igen, visszalépünk a első fokra. Aztán itt van egy... 2-5 szokott lenni. Akár 2-5, vagy csak egy alterált első fok, amivel megyünk a negyedik fokra, ami vezet a negyedik fokra, ugye, mert a negyedik foknak a... kvintje. Igazából igen, a domináns, hogyha az F7-nek a C az ötödik foka, tehát hogy igen, megyünk F7-re. Itt, hogyha akarjátok, akkor be lehet játszani ezt az emelt alapú négy szűk szeptimát. Nagyon jó szó, én ezt nagyon szeretem. Igen, vissza első fok, és szerintem bejön egy durosított hatodik fok alterát, ami vezet a második fokomra, ott van egy D-moll 7 akkordom, ami egy 2, és az ötödik fok, ugye a G7, amit bealterálni is akarunk, és aztán a tenorán 1, 6, 2, és 5, és 1. Így van. Ezzel nyilván ehhez, hogy erre a pentatonikákon túl jól tudja játszani az ember, azért bele kell mélyedni itt a jazz elméletbe, itt az alterációk, meg ezek a zárlatok, ezek a 2-5-1-ek azért nagyon sok mindenre sok mindent érint. Igen, sok mindenre ad lehetőséget, hogy az izgalmas legyen. Erre most nem vesszük a... nem próbálunk meg belemenni, mert akkor soha nem érne véget a videó. De még egy dologról, hogyha modálisan szeretnénk felfogni a blues-t, ugye ez azt jelenti, hogy 7 fokú skálákból... Most a 1-4-5-ösről beszélünk. Most a sima 1-4-5-ös, vissza. Most visszatértünk, igen, de bonyolítottuk egy picit a jazz blues-t, de a harmóniákban visszatérünk, most a skálákban bonyolítunk még egy picit, hogy akkor ugye, akkor úgy történik ez? Hát úgy történik, hogy itt van 3 darab dur 7 akkordunk, ugye a dur 7, a dur skálák melyik fokán van dur 7, az 5. fokán van dur 7, az mi a mixolid, tehát van nekünk akkor ez esetben 3 darab mixolid skálánk, egy C mixolid, egy F mixolid, egy G mixolid. És ezekből tudunk játszani. Itt ugyanazt tudom elmondani, amit beszéltünk, önmagában ez egy hangkészlet. A legjobb megoldás, hogyha megnézitek magát a négyes hangzatokat, tehát C7-re C7 pontás, F7-re. G7-re, G7. És visszatér. És egyből látjátok, hogy mik a legfontosabb hangok, hogy alaphangtárc, mint septim. És hogyha ezt látjátok a pentatonokon belül is, akkor már tudjátok módosítani a hangokat. Tehát ha el kelltek erre gitározni idézőben okosan, akkor egy csomó dolog kinyílik. Gyakorlatilag, hogyha összesítjük mondjuk a négyes hangzatbontást, a do pentaton meg a lá pentaton, akkor kvázi a mixolid skála jön ki. Igen, csak nem egyből egy 7 hangos halmazon van, vagy masszán van, hanem átláthatóbb az egész. És ami nagyon fontos, hogy akkor látjátok magukat a harmóniákat, hogy én... Azokat szeretném körülni. Csak azért a biztonság kedvéért játsszuk már az akkordokra a modális skálákat, hogy meghalljuk, hogy az hogy szól. Játsszuk egy C7-et, és akkor arra C mixol így. Misi csinálta, hogy egy fekvésen. Mondjuk most pont átmentem. A G-nél átmentem, ott azok, hogy nézzek, ugye. Hogy abban a pozícióban, amiben egyébként játszod mondjuk az akkordokat, hogyha itt játszod, akkor ezekhez képest lásd, ezeket a skálához, itt játszod, akkor ezekhez képest lásd a skálánkokat, mert mindig arra kell törekedni, hogy ezeket kifejezzük valahogy, azokat az akkordokat a játékban. Még itt a végére egy izének tűnője
semmiségnek tűnő, de mégis egy baromi fontos dolog, amiről nem beszéltünk még itt a frazírnál, meg a bluesosságnál, amivel szerintem nagyon sokat kéne foglalkozni, és nem biztos, hogy mindenki szokott vele olyan sokat foglalkozni, az a dinamika. Hogy amikor mondtad, hogy olyan, mint a beszéd, és mondtad, hogy kicsit hangosabban beszél, kicsit halkabban beszél, akkor nyilván erre utaltál, de te ezt tudatosan használod és gyakorlod, hogy a halkabb pengetés, hangosabb pengetés, közepes pengetés, ahhoz képest még tudjál még hangosabban játszani, hogy ezért csapódik le ez benned? Nem gondolom, hogy szoktam ezt így külön specifikusan gyakorolni, vagy hogy valaha megint csak azt tudom mondani, hogy a zenehallgatás, meg a maga az, hogy minden többet improvizáltok, és ott halljátok, hogy mit szeretnétek nyomatékosítani esetleg, hogy meg hát függ attól, hogy milyen a kísérlet. Mi a környezet, amiben én egy lassú bluesban sokkal több minden elfér, meg sokkal jobban le lehet menni, mint amikor mondjuk konzisztensen fent van a dinamika, és arra kell még rá. De minden, csak arra akartam utalni, hogy a dinamika az legalább ugyanolyan fontos kifejező erővel bír, mint az, hogy milyen hangokat játszol, vagy hogy nyújtasz, vagy milyen vibrátód van. Pontosan ugyanannyira hatékony eszköz, mint az összes többi, ami sokkal inkább ilyen gitáros dolognak tűnhet így elsőre. Még a végén, Misikém, egy ilyen összefoglalást szoktunk csinálni, hogy csak a legfontosabb dolgokon menjünk át. Szerintem az első és legfontosabb az, hogy tudjuk magát a 12 ütemes bluest. Aztán, hogyha ezt tudjuk, akkor a... Pentaton újrendek, do pentaton, lá pentaton. Igazából az ugye, végülis ugyanaz, tehát hogy ha egyszer megtanuljátok a pentaton újrendeket, akkor csak agyban kell őket transponálni és tologatni. Blues skála, a hangok, akkordhangok, frazír, nyújtás, gyakorlatilag ismétlések, dinamika. Az alapvető része az ennyi. Hát ez nyilván megint nem egy videós dolog, tehát egy videóban erre nem lehet beszélni, de azért remélem, hogy sikerült egy ilyen átfogó, általános ismereti anyagot átadni nektek, hogy szerintünk mi a fontos egy jó bluesgitározásban. Úgyhogy Misi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Ne felejtsétek, hogy Misivel a 10 ficsis videó is ott lesz majd a videó táramban, csak fel kell iratkozni hozzá a csatornára, vagy a Patreon oldalamon is megtaláljátok. Remélem tényleg, hogy le tudom majd kottázni őket, úgyhogy most fog főni a fejem a dologtól. De köszi szépen, hogyha megnéztétek, köszi szépen, hogyha feliratkoztok, köszi szépen, hogyha támogatjátok a csatornát. Lesz még egy a téma, úgyhogy érdemes feliratkozni. Iratkozzatok föl Misi csatornájára is, meg a Godfather csatornájára is, és menjetek Misire mindenhova, mert egész egyszerűen le fog esni az összes állatok, amit meg az összes fületek attól, amit hallani meg látni fogtok. Úgyhogy találkozzunk legközelebb is, mindenkinek csőzetek. Sziasztok!